Fegyver! Tölts! Puskát! Vál! Hozz! Tűz! Katonai sortűzzel emlékeztek a Doni áttörés áldozataira Szekszárdon. 1943. január 12-én indultak meg a harcok, amik a magyarság számára a II. Világháború legtöbb áldozatot hozó összecsapásait hozták el. A több mint 200 ezer magyar katona közül 150 ezernél is többen voltak, akik a csatamezőkön vesztették életüket, lettek sebesültek vagy estek fogságba, közülük sokan Szekszárdról indultak harcolni. Körülbelül 250 olyan szekszárdi volt, aki vagy munkaszolgálatosként, vagy katonaként vett részt az ottani küzdelmekben, aztán esett hadifogságba, elesett, tehát lényeg az, hogy nem tért már vissza Szekszárdra, és 250 család őrzi azóta az emléküket. A Donkanyarban a szovjet áttörés a magyar hadsereg teljes széthullását jelentette. Az óriási orosz túlerő elkerülhetetlenül térdre kényszerítette a honvédeket. Az, hogy így összejövünk és mi közösen Szekszárdon megemlékezünk, köztük azokkal is, akiknek a családtagjai ott voltak, azt gondolom, ez mindenféleképpen a város közösségét erősíti. A harcok során az elesettek és a fagyhalál áldozatainak számát 47 ezerre becsülik. A munkaszolgálatosok vesztesége 15 ezer fő, és mintegy 90 ezer katona esett fogságba. Az áldozatokra koszorúzással emlékeztek Szekszárdon.